A teniszkortól, nemtől, szinte az mondható, hogy egészségügyi állapottól függetlenül élethosszig űzhető. Sági Istvánt a kisköreiek karolták fel, ott kezdett. Kiskörén karoltak fel, és ott az első versenyek, amikor a megyei csapatbajnokság után a győzteseknek, 3 háromba, tehát harmadosztályba jutási osztályozó mérkőzéseket kellett játszani. Ezek voltak azok az időszakok, ezek az osztályozók Nyíregyházán, Sejpen, ilyen településeken voltak. Egyébként, mivel Heves megyei Születésű vagyok, tehát ez a heves kisköre vonal, ez volt az, ami elindította a tenisz útján. A raketlon sikerek mögött elég sok edzés van, heti 10-12 óra, mivel ez egy igen összetett sport. Elég sok edzés van, tehát azért az a heti 10-12 óra, de ha itt kitérhetek arra, ez egy kicsit összetettebb, mert azóta a teniszt egy raketlan sporttal is sikerült kiegészítenem, ami egy négyütős összetett sportág, ez asztali tenisz, tollaslabda, fallabda és tenisz, és ebből is rendeznek világbajnokságot is, és ezzel együtt, illetve a személyedzéseket hozzáadva egy 10-12 óra per hét edzéssel bírok. Természetesen a munkához igazodva általában reggel, korábban kelve, este, később feküdve, illetve a hétvégéket versenyzésre kihasználva. A sportember családja is támogatja, bár néha komoly fejtörést okoz, hogy egy-egy versenyre hogyan jussanak el vele. Általában úgy szoktuk megszervezni ezeket a versenyeket, vagy idézőjelben táborokat, hogy akkor a, a család is velünk tart, és a versenyek helyszínén, ezek lehetnek környékbeli országok is, vagy hazai szép tájak és helyek, akkor velünk tartanak és ott ott a teniszverseny mellett, vagy a raketlon verseny mellett más szabadidős eltöltést is igénybe vesz a család. Bár a, a család többi tagja is sportol, tehát amikor amikor ők mennek, akkor pedig én igyekszek csatlakozni hozzájuk. Sági István életében először idén raketlon világbajnokságon vehetett részt, és teniszben is sikerült nemzetközi ranglista pontot adó versenyen indulnia jelenleg sikerült eljutni egy olyan szintre, hogy életemben először az idén egy raketlon világbajnokságon vehettem részt, illetve teniszben is sikerült nemzetközi, tehát egy hazai rendezésű nemzetközi ranglista pontot adó versenyen, ez az úgynevezett vidékbajnokságon, ami a Pesten kívülieknek az országos bajnoksága, a korosztályomban érmes helyezéseket elérni, vegyes páros, páros egyéniben is jó szerepelni, illetve a világbajnokságon, a raketlon világbajnok önkságon is két hete sikerült egy ezüstéremmel gazdagítani a, 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 vagy debütálni az első ilyen világbajnokságon. Úgyhogy úgy, most ezek azok az események, amik úgy meghatározzák a, a, a napokat, heteket. A tankerületnél azért lobbizik Sági István, hogy tenisz oktatás legyen a testnevelés órák keretében a környéken. Erre már felmerült az igény. Van olyan intézményünk, ahol az iskola tenisz, úgy mint hasonlóan a bozsik program, tehát labdarúgás, kézilabda, szívas kézilabda. A tenisz már van olyan iskolánk ahol ahol a teniszedzések ilyen szempontból zajlanak. A tegnapi napon pedig Tiszafüreden ennek a, pályadó, a pályaavatónak a keretében felmerült az, hogy a gimnáziumunkba is lehetne de valamilyen módon az országos oktatási rendszerbe kapcsolódva a, a, egy ilyen sport szakirányba elmozdulni, és ebbe a tenisznek is szerepet adni. Ez Tiszafüred városánál igényként megfogalmazódott. Nekünk meg egy feladatunk van, hogy a, azt a jogszabályi hátteret, meg az egy egyéb feltételek biztosítását megnézni, hogy ezt hogy tudjuk segíteni. Sági István azonban készül az októberi versenyeire is. Télen alapvetően tollaslabda, tenisz, páros sportágakban, s jövőre a következő világbajnokságra, illetve a nemzetközi teniszversenyekre készül.